Az emberi szenvedés, probléma, feszültség, ellenállás, félelem, hiány, tagadás állapotát valójában nem az életben megjelenő történések okozzák, hanem a történésekre megjelenő, elmében zajló reakciófolyamatok, vagyis az elmében megjelenő gondolatokkal, képekkel, érzésekkel való téves azonosulások okozzák. A legtöbb ember azzal a belső hanggal azonosítja magát, mely minden élethelyzetet, jelenséget azonnal elemez, értelmez és értékel, és a gondolatok, a gondolkozás szintjén múltbéli tapasztalatokra, az egyéni hit és hiedelem rendszere épülően véleményt alkot. De vajon ez a vélemény az igaz valóság? A valóság az mindig szeretetteljes és jósággal, oltalommal, biztonsággal, kegyelemmel teli, teljes és tökéletes. Szándék és akarat, értékelés és meghatározás nélküli tiszta jelenlét, ami egyszerűen csak magától van. Ez a tiszta jelenlét az igazi most valósága, a valódi jelen pillanat. Ez a tiszta jelenlét régen elérhetetlennek tűnt az emberek számára. Ma pedig a tudatosság evolúcióját éljük, mert egyre több ember számára elérhető a jelenlét felismerése, megtapasztalása. Annak a jelenlétnek a felismerése és tapasztalása, mely az egész létezést, az univerzumot, a világ mindenséget élettel tölti meg, és ahol már egyek vagyunk mindennel, ami él és létezik. Ez a jelenlét, az élet, a valódi boldogság, valódi feltétel nélküli szeretet, valódi bőség, jólét, valódi biztonság, oltalom, igaz értékesség, béke, csend, igaz forrása. Minden ember a boldogságot, teljességet, bőséget, biztonságot keresi. Csak az emberek a gondolataikat követve a formák világában, a formák, vagyis a gondolatok között keresik a beteljesülést. A gondolatok között keresve, kutatva a valódi beteljesülés elérhetetlen. Erre mutat az rá, ha valamit elér egy ember a forma világban, akkor egy idő múlva újra megjelenik a keresés valami szebb és jobb dolog után a régóta várt beteljesülést elhozva. A valódi beteljesülés az a jelenlétben található. A jelenlétben pedig vagy nincsenek gondolatok, vagy ha meg is jelennek a gondolatok, azok megjelennek és tovatűnnek anélkül, hogy lenne ezekkel a gondolatokkal azonosulás. A tudat egy leszűkült, lekorlátozott állapotában a gondolatokkal való azonosulás egy rögzült, önműködő mechanizmusként van jelen az elmében, mely automatikussal létrehozza a tudatlanságot, vagyis azt az állapotot, amikor az ember a gondolatnak képzeli és hiszi magát, miközben valójában minden ember a tiszta tudat, tiszta jelenlét, mely túl van a gondolatokon és a gondolkozáson. Vagyis mindenki eredendően teljes és tökéletes és sérthetetlen a mélységben. A leszűkült, lekorlátozott állapotban, vagyis a felszínen, a gondolatok szintjén, ahol a személyiség van jelen, csak ott van a sérülés és szenvedés és ellenállás, hiány és félelem. Minél mélyebbre megyünk a tudat kitágulása által, a személyiségen, vagyis a gondolatokkal, képekkel, érzésekkel, tapasztalatokkal való azonosulásokon túlra, annál több békére, szeretetre, teljességre lelünk lényünk igazságában. Lényünk igazsága a most valósága, a jelen pillanat teljessége és szépsége, melyből egyre többet tudunk meríteni az önátadás által. Igen, az önátadás által tudjuk ezt egyre mélyebben felismerni önmagunkban. Az önátadás által, a tudat fokozatos kitágulása által tudunk egyre mélyebben beleolvadni a jelenlétbe, mely valójában állandóan mindig jelen van. A tudat fokozatos kitágulása által
az éberség, mely mindig mélyen a háttérben jelen van, egyre jobban előtérbe kerül, vagyis az éberség tudatossá válik bennünk az éberségre. Ez az éberség az, ami állandó, ami változatlan. A tudat kitágulása által az én érzet fokozatosan kivonódik a gondolatokból, és áthelyeződik a valódi igaz énbe, a tiszta jelenlétbe, az éberségbe. Ezáltal fokozatosan felszámolódik a gondolatokkal való azonosulás tévedéséből fakadó, leszűkült érzékelésből fakadó észlelés és látásmód, és ezt fokozatosan felváltja az éberségből való tiszta észlelés, vagyis a valóságból fakadó észlelés. Az éberségből fakadó figyelem által az elme elcsendesedik, és egyre szabadabbá válik a korábbi öntudatlan működési mechanizmustól, és az elkülönült én identitással való téves azonosulástól. Sok esetben eleinte egyedül nehéznek, küzdelmesnek tűnik a gondolatokkal való azonosulásról való leválás, szinte olyan, mint a lehetetlen lenne, mert olyan erős az azonosulásba húzó kötőerő, húzóerő. Teljesen más az, amikor egy olyan ember jelenlétében vagy, aki már felismerte magában a jelenlét erejét. A jelenlét ereje hit és bizalom és önátadás által óriási támogató erővel segít a gondolatokkal való azonosulásról való leválásról, nem csak személyesen, hanem távban is. A jelenlét számára nincs távolság. A jelenlét ereje támogatást nyújt, hogy újra és újra felismerhesd és megtapasztalhasd, hogy te nem a szenvedést okozó személy története, traumája vagy, hanem a te valódi igaz lényed az a csend, a teljesség, amiben lenni önmagában boldogság és szeretet és szabadság. És ez a boldogság és szeretet nem a személy által érzékelt észlelt szeretet már, hanem a szeretet és boldogság egy magasabb dimenziója, mely a tudat kitágulása által ismerhető csak fel. A gondolatokkal való azonosulás önműködő mechanizmusa életről életre erősödött meg. Ennek a lebontódási folyamata is évek, de lehet, hogy van olyan ember, akinél ez életek is lehetnek. Ezért a tudatosság útjához bátorság, őszintesség, kitartás, türelem, hit és bizalom, és a szerető jóságos ismeretlennek való önátadás elengedhetetlen. Minél többször éled át a jelenlét erejét, annál mélyebb bizonyosság jelenik meg benned a tudatosság igazságának, valóságának, mindent átható tisztaságának, jóságának jelenlétét illetően. Ez nagyon nagy támogatást ad a szenvedést, lekorlátozást okozó gondolatokkal való téves azonosulásokból való kilépéshez, és egy boldogabb, teljesebb élet megéléséhez. Ha belső hívást érzel, és szeretnéd te is felismerni magadban a jelenlét erejét, szeretnéd felfedezni magadban azt a belső erőt, melynek az egész életedre nézve sors átalakító ereje van, akkor szeretettel várlak csoportos és egyéni, személyes és online foglalkozásokra.